vonjunk mérleget a 2012-es évről, és próbáljuk összeállítani a 2013 éves programunkat. Ezek voltak a KÉSZ Paksi csoportjának soros összejövetelén a legfontosabb feladatok. Az 1995-ben létrejött szervezet jelenleg 38 tagot számlál Paksról és környező településekről. Szorosabb kapcsolatot a FADD és a Tolnai KÉSZ csoporttal ápolnak. Az új esztendő egyik feladata számukra, hogy csatlakozzanak a Katolikus Egyház Pakson szerveződő csoportjához. Szeretnék megalakítani egyházon belül a Caritas csoportot, és ehhez mi is nagyon-nagyon szeretnénk társulni. Már a KÉSZ tagjaimnak nagyon nagy része vállalkozott is arra, hogy nagyon-nagyon nagy aktivitással lépne be a Caritas csoportba tagként. Hát majd, hogy vezetőjük ki lesz, ugye azt majd csak azután, ha a csoport megalakult. Jelentkező már bőséggel van. A Paksi Keresztény Civil csoport emellett most várja az országos szervezethez benyújtott pályázatuk eredményét. Támogatást több célra lehetett igényelni, Pakson eszközfejlesztésre kérték. Ezt bármire fel lehet használni, tehát a működésen belül azoknál a csoportoknál, ahol a zarándoklatot szeretnék megszervezni, és szegényes egy kicsit a helyi csoport lehetősége. Mi igazából egy számítógépre pályáztunk, mert nekünk semmi eszközünk nincs, és erre próbálkoztunk. Reméljük, hogy sikerrel. A csoport számára az is feladat, hogy a gazdasági ügyeket illetően is összhangban munkálkodjanak az országos szervezettel, amely áttért a kettős könyvitelre. A helyi szervezet az új esztendőben is minden hónap első csütörtökén tart találkozót, képviseltetik magukat a küldött gyűléseken, és idén is részt kívánnak venni az éves zarándoklaton.